Az elmúlt hetekben Széptó Györgyöt és Demeter Józsefet hallhatták. A mai kapucsinóban Boros Olimp lesz a vendégem. A nevem Boros Olimp, Marosvásárhelyen születtem, Székelyföldön nőttem fel, Gyergyóalfaluban, a nagyszüleimnél, és 11 évig a Bolyai Farkas Líceumban jártam, még a sportiskola idejében sportból vizsgáztam, hogy bejussak az első osztályba, illetve 11. osztálytól igazoltam át a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumba. Azt is el kell mondjam, hogyha már a művészethez jutottunk, hogy művész családból származom. Édesanyám Sajgó Ilona textil és festőképzőművész, édesapám pedig Boros István, téti, karikaturista, grafikus, így örököltem mindkettőjüktől némi tehetséget, mondanám, és örök életemben szerettem kisgyerekkorom óta rajzolni, majd a művészeti liceumban ezt kifejlesztettem, és ott is érettségiztem a művészeti liceumban. Úgyhogy grafikus művészként mutatkozhatok be, de az elmúlt 17 és fél évben, én már közel 18 éve idegenvezetőként tevékenykedem többnyire külföldön. És miért az idegenvezetést választottad? Az idegenvezetés az úgy jött, hogy egy barátom ajánlatára jutottam ki Egyiptomba 2003. januárjában. 2002-ben találkoztam Moldován István barátommal, aki megemlítette, hogy ki fog menni külföldre dolgozni, mert hogy abban az időben is már elég sokan mentek külföldre dolgozni, és nagy meglepetésemre nem Spanyolországba eprecedni, vagy Angliába, vagy Németországba készült, hanem Egyiptomba. És mikor ezt meghallottam, hogy Egyiptomba, piramisok, Sphinx, Tutankhamon, minden így végigfutott az agyamon, megkérdeztem, mit fogsz ott csinálni? Hát idegenvezető leszek. És amikor ezt a szót kimondta, hogy idegenvezető leszek, akkor mintha felvilágosultam volna. Egy ilyen belső villámlás szerűen tudom értelmezni, jellemezni az egészet. Valóban valami olyan mély nyomot hagyott bennem az, és valamit annyira mélyen éreztem ez a szó által, hogy idegenvezető, amivel én addig talán nem is foglalkoztam, nem ismertem, hanem nem találkoztam vele, és nem volt ugye művész, meg koncertszervező tevékenységemben nem találkoztam idegenvezetőkkel addig, de attól a pillanattól kezdve ez úgy egy belső felvilágosulás volt, és következő évben már kint voltam Sármeségben, és ott kezdtem el a tevékenységemet 2003. januárjában. Azóta ez a főállásom, amikor él és működik a turizmus. Ehhez neked kellett valami nyelvet megtanulnod előre, vagy valamilyen tanfolyamot elvégezned? Nyilván az angol nyelvtudás az nagy segítségemre volt. Tanfolyamot nem kértek, ugyanis akkor még 2003-ban még nagyon gyerekcipőben járt a turizmus, és örültek, hogy találnak idegenvezetőket. Ez így igaz. Úgyhogy a vásárhelyi barátom ajánlására én is kijutottam, és jó magam is még néhány vásárhelyi ismerőst, volt kollégát beajánlottam ebbe a szép állásba, és jó barátaim kikerültek szép helyekre dolgozni, majd mellém, és együtt is dolgoztunk, így mint Kakasi Miska, aki Tenerifén kezdte, majd Egyiptomban dolgoztunk, és Brazíliában is együtt, sőt Törökországban is, és így szépen gyarapodtunk, és egyre többen lettünk odakint, mint telepített idegenvezetők. Jó néhányan vásárhelyről választották akkoriban a 2000-es évek elején ezt a szép szakmát. Nem mindenki bírta, vagy maradt sokáig a szakmában, különböző okokból. Én mindmáig idegenvezető vagyok, sőt 2011 óta megvan immár a licenszem is, tehát igazolt hivatalos idegenvezető vagyok, a romániai turisztikai miniszter által igazolt idegenvezető,
és hivatalos idegenvezetőként tevékenykedem azóta. Addig is hivatalosan vezettem a csoportokat, csupán hiányzott az igazolvány, amit később kaptam meg, miután elvégeztem én is egy komoly tanfolyamot. Melyik világ, melyik birodalom lett a kedvenced? Hát én az ókori birodalmak egyik legnagyobbjában kezdtem, ugye Egyiptomban kezdtem dolgozni, ahol hát mindig is, mivel művészeti liceumban a művészet történetből tanultunk, ugye az ókori civilizációk művészetéről, és tisztában voltam ugye az egyiptomi kultúrával, illetve ott még nyilván nagyon sokat tanultam a helyi egyiptológus kollégáktól. 3 évig voltam Egyiptomban, mint idegenvezető, és utána, úgy ahogy ajánlották a legelső interjún Budapesten a főnöknőm, nyilván egy idő után az idegenvezetőket kell küldjék más országokba is, hogy ne következzen be az a unalom, vagy az esetleges olyan érzés, hogy megunnád egy bizonyos helyen, hogyha nagyon hosszas vagy hosszú ideig tartózkodsz ott, és nyilván friss levegőt kapsz, és egy teljes felfrissülés, újabb és újabb helyekre eljutni, szebbnél szebb helyeket felfedezni, és új civilizációkat, illetve kultúrákat, új nyelveket megismerni, elsajátítani akár. És ez így történt velem is. Tehát Egyiptom után következett Brazília, 5 évig vagy 5 szezonon keresztül, majd Törökország, 11-12 nyári szezonon keresztül, és ezek a hosszú ilyen nyári vagy téli szezonok után 4 éve körülbelül elkezdtem ősszel és tavasszal is, tehát extra szezonban mondjuk úgy elkezdtem körútakat vezetni, még távolabbi Kína, ázsiai országokban, vagy dél-amerikai körútakat, Karib-térségben, stb. Úgyhogy ameddig a turizmus, mint sok más minden működött, addig nagyon szép és jó volt, sajnos most 2020-ban nagyon nehéz, és le van állva a turizmus is, úgy, ahogy a zeneipar, meg sok más ágazat. Ugorjunk vissza akkor néhány évtizedet. Hogyan is kerültél te kapcsolatba a rockzenével? A rockzenét édesapámnak köszönhetően ismertem meg gyerekkorom óta. Édesapám is nagy zene imádó, és talán a városban a legelső szallagos magnók között az egyiket ő is beszerezte, még a 80-as évek legelején, vagy talán a 70-es évek végétől, nem is tudom, volt egy Majak magnónk, amin hát ő elsősorban Beatles, meg Rolling Stones rajongó, de nagyon sok Elvis Presleyt hallgattam gyerekkoromban, ami nagyon megtetszett, a rock and roll, és utána hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt ott Modern Talking vagy Michael Jackson, mert van egy nagyon jó barátunk, aki évek óta kint él Amerikában, de akkoriban a város leghíresebb DJ-je volt, Szabadjánó Mircsa, a Kövesdombon élt, és ő hozzá jutott, és ő megszerezte nagyon jó minőségben a legújabb válogatás szallagokat, mert akkoriban még úgy jöttek ezek be. Nem tudom, hogy milyen forrásokból, külföldről, Bukarestből vagy honnan szerezte. Ő a tengerparton is, Kosztinesten is DJ-eskedett, és így, amikor még nem volt internet, még nem tudom, hogyha az MTV-el volt indulva, vagy nagyon a legelején volt, de mi még biztos nem néztük akkoriban, vagy nem nézhettük, akkor egy olyan szallaghoz hozzájutni, amelyen a legfrissebb Michael Jackson, vagy Pet Shop Boys, vagy más pop zenekarok, pop és diszkó zenekarok legújabb szerzeményei, vagy slágerei vannak, akkor az nagy szó volt. És ezeket is büszkén és örömmel fogadtuk, és hallgattuk otthon, de valahogy az Elvis Presley rock and roll-ja, vagy a Rolling Stones és a Beatles valahogy jobban megtetszett, valóban többet hallgatta apum is ezeket otthon, valószínűleg.
És utána pedig a Majak Magna után jött egy szép kis Trident kazettás magnó, vagy kazettofon. Remélem, hogy ez itt nem rejtett reklám, mert nem is tudom, hol gyártották a Tridentet. Talán japán cucc volt, vagy ilyesmi, de egy ilyen kis egyszerű mono kazettás magnó, vagy kazettofon, amelybe elkezdtem hallgatni a legelső heavy metal kazettáimat. Ezt a kazettofont még ez is ritkaság volt akkoriban, a 80-as évek elején. Ezt édesapám többször is nyert külföldön, Japánban főleg, akkoriban még Ceausescu idejében pénzes díjakat, karikatúra versenyeken, és a Grand Hotel shopjából, tehát ahol csak valutával lehetett vásárolni, onnan vette nekem, úgy, ahogy az első színes tévénk is onnan származott. És hát az első kazetták azok Agfa, Orvo kazetták voltak, emlékszem. A Bolyai utcán volt egy stúdió, ahol vételeztek zenéket, akkori, úgymond, hát nem is DJ-ek, hanem zene szeretők, akik vezették ezeket az első stúdiókat a városban. Ott vételeztem én is az első kazettáimat. Ha jól emlékszem, egy Twisted Sister és egy Iron Maiden album volt, tehát az A felén volt az Iron Maiden, a B felén a Twisted Sister egyik legelső albumja. De még ezelőtt olyan kazettához jutottam hozzá, és olyan kazettát másolhattam át, ahogy másoltuk akkoriban. Sőt, volt, amikor nem is kábelen keresztül, csak két kazettofont egymás mellé tettünk, és a hangszórójával, az egyik hangszórójával vettük a másiknak, vagy a mikrofonjával vettük a másik hangszórójából fel a zenéket, csak hogy legyen meg egy Iron Maiden, vagy egy Judas Priest albumunk, vagy egy számunk. És az egyik legelső kazetta, amely talán leginkább befolyásolta így a zenei ízlésemet, és akár ezt a koncertszervező karrieremet, vagy későbbi rádiós szerkesztő és DJ karrieremet, az egy olyan válogatás volt, amely a 80-as évek elején, 83-ban jelent meg talán, és mi megkaptuk külföldi magyarországi barátainktól, és Pécsi Palikának, a Budaiból köszönhetem ezt, akitől átmásoltuk mi is, és ezen volt rajta a korai Halloween Heavy Metal is the Law című száma, illetve a Metallicától a Ride the Lightning, és a Fight Fire with Fire, szóval ezek olyan szerzemények voltak, amelyek által akkor először Halloween-es lettem, mert akkor az volt a divat, hogy ki a Maiden-es, ki a Metallica-s, ki a Judas-os. Én Halloween-es voltam Iron Maiden-es is, nyilván Metallica-s is, és később, amikor majd 1989-ben Ádi Kozma, az egykori Polifon énekese, azt mondta nekem, hogy hallottátok, vártuk a buszt a főtéren, szombati program volt, minden szombaton délután 3-kor talán találkoztunk, és mentünk fel a Brassihoz sörözni a haverokkal, a budaisokkal, de az egész városból dombosok is, meg mindenhonnan oda jöttek a buszmegállóba, és ott vártuk Szúja barátommal és a többi budaissal a buszt, oda jött Ádi Kozma, és azt mondja, hallottátok, te, láttam a Magyar Metal Hammerban, van egy nagyon komoly, nagyon klassz, új brazil thrash metal együttes. És én gyerekkorom óta imádom Brazíliát, mint egy teljes kép, tehát a brazil foci miatt, a zenéjük, a kultúrájuk, az indiánok, stb. Minden ehhez hozzájárul. És mikor meghallottam, hogy thrash metal együttes Brazíliából, akkor úgy megint valami olyasmit éreztem, mint amikor először az idegenvezető szólt Moldován István barátomtól, és azonnal utána néztem. Meg a kezünkbe került hamarosan az a Metal Hammer, amelyen a legelső fényképet láttam a Sepultúrával, akik valahol az óceán partján egyszerű fotót készítettek, kiálltak oda a kövekre, mögöttük a végtelen óceán, és a szélben lobogott
a szőkére festett hajuk, Maxnek és Igornak, a Cavalera testvéreknek, illetve Paolo, mint egy igazi brazil nagy bozotos, dús göndör, fekete göndör hajával, Andreas a szép szőkés barna hosszú hajával, és mindegyik úgy nézett ki, hogy egyszerűen akkor, abban a pillanatban úgy éreztem, hogy ezek valami rock metal istenek. És attól a pillanattól kezdve én nagy Sepultura rajongó lettem. El is jutottam koncertjeikre, majd később mesélek arról, hogy találkoztam, meg is ismerkedtem velük, és hatalmas élményekben volt részem. De így kezdődött a Sepultura korszak például nálam. De ez már 89-ben volt, amikor kiadták az első albumot, amelyet Grossisti barátomnak köszönhetően a Novi Hétből mi megkaptunk Kolozsváról, Lovász Attilától, egy híres, nagyon régi, olyan, mint Tisza Attila a Budaiban, itt Marosvásárhelyen, egy nagyon régi lovas, egy régi motoros, hogy mondjuk úgy, egyik a legelső rockerek közül Kolozsváról, akinek hatalmas gyűjteménye volt, és oda is jártunk házi bulikba, majd talán ezekről is szó lehet, és tőle kaptuk meg szallagon, Magnó, tehát Majak szallagon a Beneath the Remains 89-es albumját, és hát az, aki ismeri, annak nem kell bemutatni, ezért lettem Sepultúrás. És amúgy az egész baráti köröd alakulását mennyire befolyásolt a zenei ízlésed? Hát a baráti kör az ugye a gyerekkoromban nem volt igazán nagy baráti köröm. Én eléggé szerény gyereknek mondanám, nevezném magam, hogy szerény voltam, és nem igazán, hát focizni kijártunk, meg pingpongozni, meg ilyesmi, de nem igazán volt baráti köröm a nagyon fiatal koromban, amikor a rockzene viszont beindult és bejött, beköszöntött az életembe. Az elején még lemezeken is hallgattuk Magos Sanci gyerekkori barátommal és szomszédommal a rockzenét, de nekem nem volt lemez lejátszom otthon, ezért hallgattam nála. Az első pokolgép lemezeket például így hallgattuk, és majd kis kazettán jutottak el hozzám az Ugaskutya, a Moby Dicktől és a többi régi klasszikus magyar rock vagy metal album. Nos, amint a rockzene bejött, beköszöntött az életembe, nyilván akaratlanul eljutottam koncertekre, és eljutottam megismerni olyan nagyobb, híresebb, elismertebb vagy tekintélyesebb rockereket, akiket addig csak hallásból ismertem. És akkor, hát ugye úgy öltözködtünk, mint a rockerek általában, kerestünk beszerezni minél több felvarrót, különböző együttesek pólóit viseltük, illetve a híres PVC jackik, a motoros jackinek a műbőrös utánzatában jártunk, vagy farmer mellények, farmer jackikben is. Hát úgy öltözetbe hasonlítottunk, ezért mi hamar felismertük egymást, és megtaláltuk egymást bárhol. De mondhatom, hogy a rockzenének köszönhetően nyilván a baráti kör elkezdett egyre nagyobbodni. És mivel a budai az mindig is egy többnyire rockerekből, vagy rockzenét kedvelőkből álló negyed volt, és ez volt a híre a 80-as években, ezért ott elég nagy rocker közösség volt, és hát így barátkoztam meg, és így hát együtt kezdtünk így a rock zenében fejlődni, és együtt ismertük meg a legelső rock, meg metal albumokat Szúja barátommal is, Isten nyugtassa, aki sajnos már nincs közöttünk, és hát velük, a budaisokkal kezdtünk el járni a legelső koncertekre, amelyek felejthetetlenek maradnak, és amelyek talán soha többé nem fognak, és nyilván nem talán, hanem nem, soha nem fognak visszatérni, vagy a mai fiataloknak soha nem lesz sajnos
részük olyan élményekben, mint nekünk a szakszervezetek házában tartott koncerteken, amilyen élményekben volt részünk a régi, igazi szindikátos, ahogy mi hívtuk, szindikátos koncertek, bulik, ahová, amelyekre hetekkel előre készültünk. Talán hetente vagy két hetente volt egy koncert a szakszervezetek házában, amelyeket Titus Daszkiewicz úr szervezett, és tudtuk, hogy egy héttel előre, vagy két héttel előre tudtuk, hogy lesz Polifon, Dynamic, Relax, vagy hasonló koncert, Vásárhely együttesek léptek fel. Nagyon ritkán voltak más városokból, de amikor eljött egy Tektonik Bukarestből, akkor szinte leszakadt, hála Istennek nem történt tragédia, de az lett volna, úgy éreztük, hogy le fog szakadni az emelet, annyian voltunk, és így járt az egész szint a nagy ugrálástól, csápolástól, recseget ropogott minden ott. Hála Istennek jól megépítették a szakszervezetek házát, máshol valószínű az emelet egyenlennebb került volna. Tehát így Tektonikra emlékszem, de helyi koncerteken, minden helyi koncerten ott voltunk, minden héten vagy minden két hétben, amikor koncert volt, hetekkel vagy napokkal előre készültünk, és amikor eljött a koncert napja, akkor, ahogy Paksi Endre nagyon szépen megírta, felvíratta nagy nap, és hát a rockkatonái újból együtt voltunk, beöltöztünk a legmenőbb és legprofibb rocker vagy hevis cuccokba, ahogy akkor hívtuk, és elindultunk gyalog, mert nem taxisztunk, nem kocsisztunk, csak busszal, csak a Brassig mentünk szombatonként, ugye. Elindultunk gyalog a Poklos partján végig egészen a szakszervezetek házáig, illetve majd 90-es évek után, amikor elkezdtek látogatni bennünket a magyarországi együttesek, akkor egészen a sportcsarnokig, ezekre a nagy koncertekre, és hát azok a koncertek örök emlékek maradnak, azok igazi ünnepek voltak nekünk, amikor az egész társaság, volt néhány rocker lány is, az első igazi barátnőm, mondjam úgy, nekem is rocker volt. Elég ritka volt akkoriban, még talán ma is az, hogy lányok nyíltan ezt kimutassák, még hogyha sokan szeretik is a rockzenét, de akkoriban ilyen szegecset, műbőr jackiben elég kevés lány járt, és hát az első barátnőm, nagyon büszke is voltam erre, ő így kísért bennünket végig a koncertekre. Volt egy pár nagyon lelkes, helyes rockerlány, akik velünk jöttek a koncertekre, de többnyire nyilván srácokból álltak ezek a csapatok, és akkor így vonultunk végig a városon. Biztos nagyon meg is néztek bennünket, ez akkor úgy nem érdekelt, különösebben, mert csak arra koncentráltunk, hogy ma Polifon, vagy Relax, vagy Dynamic koncert van, vagy Tektonik esetleg, illetve amikor a sportcsarnokban voltak a nagy bulik, akkor Beatrice vagy Edda, ugye a legelső koncertek közül, vagy milyen koncertre készülünk, és ezek igazi ünnepek voltak nekünk. Tehát nem zülleni, nem azért mentük oda, hogy bárki is törjön, zúzzon, vagy zűljön, vagy akármi rosszat is csináljon, még hogyha néha voltak is apróbb kis balhék, de hát ez úgy vele járt, és ahogy elkezdődött, úgy el is múlt, hanem mi ünnepelni mentünk. Mi azért mentünk, hogy láthassuk a saját szemünkkel azt, amit addig csak ilyen kis fényképekből, amik különböző magazinokból borítékba eljutottak, például magyarországi barátaim küldtek leveleket nekem, és Iron Maiden fényképeket, vagy Metallica, majd Sepultura fényképeket gyűjtöttem a kedvenceimmel, és ezeket először így borítékba kaptam postán keresztül, mert itt nálunk nem lehetett semmilyen szaklaphoz hozzájutni. És saját szemünkkel akartuk látni azt a produkciót, amit még ha nem is az Iron Maiden vagy a Judas Priest a kedvenc zenekarunk, de helyi Polifon vagy Relax, nyilván mindegyiknek a saját szerzeményeink kívül nagyon sok feldolgozásuk volt, és egy óriási élmény volt egy Iron Maiden, vagy egy Judas, vagy egy Halloween, vagy Metallica számot hallani a szindikátban, a szakszervezetek háza színpadán, egy helyi zenekartól,
akik amúgy úgy néztek ki, mint a kedvenceink, mert hosszú haj, profi gitárok, macskanadrág vagy cicanadrág, ez a fehér-fekete csíkos, ugye Scorpions védjegyű nadrágokban, vagy igazi rockstar vagy rockzenész megjelenésben ott voltak a színpadon előttünk, és ez valami óriási élmény volt. Tehát akkoriban nem volt, még egyszer megismétlem, nem volt internet, nem volt tévé, nem volt MTV, nekünk legalábbis. Amit mi kaptunk a legelején, a gyerekkorunkban, ugye a rockzene szempontjából, amit kaphattunk, az a szakszervezetek házában lehetett, majd később sportcsarnokban, de az már más színvonal volt, és más kategória, illetve más kor, más korszak. Ezek az élő koncertek felejthetetlenek maradnak. Nagyon örülök, hogy 1992-ben itt lehettem az első sorban. Itt nyomultunk a budaisokkal és a rockerekkel, a Beatrice rajongókkal, amikor először láttuk Nagyfelrót Marosvásárhelyen. Sajnálom, hogy a második koncertjükön a Félszigeten nem lehettem itthon. Külföldön tartózkodtam, de ma este újból együtt köszönhetjük Nagyfelrót és a... Nem hallom, ez így nem fog működni. Nagyfelró és a... A hullám vitt magával, és december 3-án megpróbáltam a szomszéd barátommal együtt, megpróbáltunk kiszökni külföldre, illetve nyilván a szabadságot kerestük, azt, hogy legyen megengedve a hosszú hajviselet, esetleges külföldi zenekarok koncertjeit is láthassuk. Sok minden vonzott akkoriban, vitt a hullám magával, és december 3-án kaptak el a határőrök pár száz méterre a magyar határtól. Amikor hazatérve, az volt a szokás, hogy kopaszra nyírták mindazokat, akiket elkaptak, hogy megpróbálnak kiszökni az országból. Valahogy nekünk ismerettséggel, intézkedéssel, édesapám közelműködésével, nagybátyám segítségével, aki az akkori, hát most már nem titok kimondani, SECU vagy Securitate-nak a telefonközpontjának volt a vezetője, elég magas rangban. Az ő közelműködésükkel vagy segítségével minket nem nyírtak meg kopasz, amikor hazajöttünk, és ez nekem egy óriási öröm volt és élmény. Dossziét csináltak nekünk, új lenyomat, stb., mint bármilyen szigorú bűnözőnek. Rosszul is éreztem magam akkor, és remélem, hogy soha többé ez nem kerülök olyan helyre, hogy szemből meg profilból fotózzanak, és új lenyomatokat vegyenek tőlünk. Tehát azzal volt szerencsénk, hogy azt mondták, hogy menjetek el, nyilatkozzatok meg szépen, tehát nem ők nyírtak meg. Azt mondták, hogy nem így nullára, csak egyesre. Az is óriás előrehaladás volt, és engesztelés, illetve szerencsénk volt ezáltal. Így nullára nem kellett megnyilatkozzak, talán csak amikor megszülettem, akkor voltam kopasz. És akkor rá két hétre bekövetkezett a 89-es forradalom, és utána hát elkezdett nőni szépen a hajam. Volt ennél hosszabb is, de most már így ennyire tartom a hosszú hajat. Forradalom után nyilván már a hosszú hajjal nem volt semmi problémám. Az érettséginél már válig érő hajam volt, szépen meg volt nőve. Az érettségi fotóm is Sepultura pólóban felvarosokkal tele mellényben voltam, és ezt küldtem ki mindenkinek, illetve a kicsengetési kártyámon így szerepeltem. A művészeti liceumban érettségiztem, úgyhogy ott Eddás barátaim, osztálytársaim mellett én voltam az osztály hevise, ugye, hogy nagy rock és metal rajongója, és nem volt többet. 89 után, hála Istennek, nem volt probléma a hosszú haj miatt, csak 89 előtt. A műsoridő végéhez értünk. Sajnos mára ennyi volt. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra. Jövő héten folytatjuk.